Munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket, az MPN Televízió híradóját látják február 3-án, hétfőn, már is mutatjuk főbb híreinket. Már a hónapban pályázhatóak vidékfejlesztési támogatások a LIDER program keretében. Kiemelkedő látogató számmal büszkelkedik a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. Az évmadara 2020-ban az erdei fülesbagoly. Gép- és eszközbeszerzés, hozzáadott értéknevelő technológiai fejlesztések, települési területek, közösségi célú zöld felületek kialakítása, rehabilitációja térségi települési identitás, valamint helyi értékek megőrzése, azaz rendezvények lebonyolítása, illetve mintaprogramok lebonyolítása. Ezekre lehet pályázni a Zemplini Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Lider pályázatain. A helyi akciócsoport területén található települések, mikro- és kisvállalkozások számára február közepén nyílnak meg a pályázatok. Nagyságrendileg 307 millió forint áll a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület rendelkezésére, azaz ilyen összegben kerülnek kiírása a vidékfejlesztési pályázatok. Februárban nyílnak meg a pályázatok összesen 5 jogcím alatt. Ezek közül kiemelkedik a gazdaságfejlesztési kiírás, melyen magánszemélyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok indulhatnak különböző eszközök, berendezések beszerzésére. A területtől függően 60%-os támogatási intenzitás mellett lehet majd ezt ö, beszerezni 10 millió forintos összes ö, támogatással. Tehát ez a, a maga a támogatás része. A, azt hiszem, hogy ez ö, nagyban hozzájárul majd a térségnek a is élinkítéséhez. A helyi akciócsoport területén működő önkormányzatok zöld felületek kialakítására, rehabilitációjára pályázhatnak, a civil szervezetek pedig közösségépítő programok lebonyolítására igényelhetnek forrásokat. A rendezvényszervezésben tudunk, egy-két rendezvényben tudunk segítségükre lenni a pályázóknak, ami még talán azért is fontos, mert hogy nem csak egy-egy mulatságnak a megszerezése, hanem maga a közösségnek a szervezési segítése lenne a cél. A térség országgyűlési képviselője a líder pályázatok eredményeként elmondta, hogy az elmúlt hét év alatt 24 új tartós munkahely létesült a támogatásoknak köszönhetően, illetve elmondta, hogy cél, hogy a következő 7 évben is támogassa az Európai Unió a vidékfejlesztési programokat, melyre minden esély megvan, de az még nem látszik, hogy milyen összeggel. Az Európai Unióban most a Brexit, a britek kilépése miatt bizony forrásvesztéssel kell számolnunk, így tehát fennáll a veszély annak, hogy kevesebb összeggel lehet gazdálkodnunk. De ez a harc nem dőlt el, hiszen nem csak a magyar kormány, hanem a úgynevezett kohézió barátai 15 tagállam jelezte azt, hogy szükségesek, azt, hogy a mezőgazdasági támogatások és a vidékfejlesztési tá a kohéziós politikák megmaradjanak. A sajtótájékoztató keretében bemutatták azt a nemzetközi projektet is, melyet az egyik lengyelországi líderakció csoport a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesülettel partnerségben valósított meg. Sajátossága volt a pályázatnak, hogy ugye kerestek egy partner, de támogatásban nem részesülhet, részesíthető partnerként vettünk benne részt, de ennek két nagy hozadéka van. Egy egyrészt egy magyar-lengyel nyelvű album jelent meg, ami tartalmazza a lengyel partnerek által a térségünkbe ők általuk kiválasztott legfontosabb turisztikai látnivalókat, illetve a borturizmusnál a hadstagságnak itt jelentkezik igazából az előnye, azoknak a borászatoknak az elérhetőségét, akik ebbe részt kívántak venni, ők ingyenesen bekerültek ebbe az adatbázisba. A kötet online formában megtalálható a zempléni tájak vidékfejlesztési egyesület weboldalán, a könyv mellett pedig elkészült egy mobil applikáció is, melyen megtalálhatóak a lengyel, illetve a mi térségünkön található borászatok, illetve a kiemelt turisztikai látványosságok. 2019-ben is átlépte a bűvös 140 ezres látogatói létszámot a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. Dr. Tamás Edith igazgató elmondta, 150 ezer fő tekintette meg az állandó kiállításokat, vettek részt a különböző programokon és járták be a vár különböző termeit, helyiségeit. A Rákóczi emlékév is nagyobb figyelmet irányított erre a Sárospataki épített és kulturális örökségre. Elsősorban a jegyvásárlás az, ami megmutatja a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma számára, hogy mekkora az érdeklődés a vár és a múzeum által kínált programok iránt. Dr. Tamás Edith elmondta, az egyéni látogatások mellett az osztálykirándulások, és főként ami leginkább megemelkedett a családok számának növekedése az, ami jól mutatja a fokozott érdeklődést. Tovább növekedett a felnőtt teljes áru jegyetvásárlók száma, tovább növekedett a, 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 tehát a kedvezményes, tehát amiben a diákok és a nyugdíjasok kerülnek. De itt a kedvezményesek sorába számoljuk be azokat a felnőtteket, akik családként érkeznek, és ma az állami előírások szerint külön van minden állami múzeumnak családi kedvezménye. Ez azt jelenti, hogyha két gyermekkel érkeznek bizonyos napokon, akkor a szülők is, tehát két felnőtt, 50%-kal jöhetnek be a múzeumba. És nálunk ez a szám is, tehát ez az 50%-os felnőtt arány is évek óta nagyon növekszik. Tehát ezt, ezt jelzi, hogy, hogy tudatosan például ezekre a kedvezmények napokra irányítják, tervezik a látogató, látogatásokat Sárospatakon. Az elmúlt években folyamatosan nagy az érdeklődés a múzeum és a vár együttes iránt, mondta dr. Tamás Edit. Ennek is köszönhető, hogy a 150 ezres látogatói létszámot szinte minden évben tartani tudták. Én azt gondolom, hogy azért is választanak minket a családok, mert sokféle a kiállításunk, sokféle élményt lehet itt szerezni, és hát ne felejtsük el, hogy egy gyönyörű park, és egy kicsit megöregedett, de mégiscsak egy játszótér és körbevesz minket, tehát nem csak arra kell koncentrálni, hogy egyik ajtón be, és majd valamikor több óra múlva kijönnek a kiállítás sorból, hanem közben el tudnak menni, parkba sétálni, vagy rohangálni, csak a füvön, hiszen nálunk fűre lépni szabad, és akár a játszó téren is időt tölthetnek. A kávézó is működött egész évben, 2019-ben, tehát egy komplexebb szolgáltatást tudtunk nyújtani, hiszen ma a múzeumok egyre inkább a turizmus, ágazatai közé is ö, sorolhatók. Ebben az esztendőben is számos kiállítás, családi program és országos hírnevet szerző eseményekre is várják majd az érdeklődőket, tette hozzá az igazgató. Közepes méretű, álcázó mintás tollazatú, hosszú, felmerezhető tollfülű bagoly. Ezek a legfőbb jellemzői a 2020-as év madarának választott erdei füles bagolynak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az Év Madara internetes szavazáson a három választható madárfaj, az Uráli Bagoly, Erdei Füles Bagoly és Füles Kubikra érkezett. 6576 vos közül a legtöbbet tehát az Erdei Füles Bagoly kapta, így ez a faj lett az Év Madara. Ő a Füles Bagoly, és ő azért ilyen hangoskodó, mert neki teljesen természetes, hogy mellettünk van, mert ő tíznaposan került hozzánk. Jellegzetes narancssárga színű szeme különbözteti meg a többi bagolyfajtól az év madarának választott erdei füles bagyot, így ott szerepelhet ez az erdei szárnyos is az év növényeinek állatainak sorában. Az abói zemplin értékeiért közhasznú egyesület néhány évvel ezelőtt ezt a bagolyfajt is bemutatta a Kossuth Gimi tanulóinak, hiszen Géciné, Nagy Mária és férje madármentéssel is foglalkozik, a mentető országok között pedig fülesbagoly fiúka is volt. fontosnak tartjuk, hogy minden évben legyen valamilyen jelentős, kiemelt élőlény, amelyre rávilágítják a figyelmet, mert hogy úgy gondoljuk, hogy ismerjük a bizonyos madárfajokat, növényfajokat, állatfajokat, de. Jó, hogyha egy kiemeltre ráhelyezik a hangsúlyt, mert ezáltal sokkal jobban mi ebben meg lehet őt ismerni, és amelyik élőlényt megismerjük, attól már nem félünk, nem tartunk, nem riogatjuk őket, és ezért fontos, hogy például az erdei fülesbagoly lett az idei év madara. A Magyar Madártani Egyesület által meghirdetett voksoláson az elmúlt év nyarán három fajra, az erdei fülesbagolyra, a füleskuvikra, valamint az uráli bagolyra szavazhatott a lakosság. Közöttük vívta ki az elsőbséget az erdei fülesbagoly, mely Magyarország legismertebb és a lakott területeken is leggyakoribb bagolyfaja. Maga ez a fülesbagolyfaj is az egész országban elterjedt, tehát az ország minden részén megtalálható. De mégis olyan hiedelmek övezik a bagyokat, ami miatt még mindig jó, hogyha többször elhangzik a, a bagyok életmódjáról szóló tájékoztatás televízióban, rádióban. Hiszen sokan úgy gondolják, hogy kellemetlen érzés, hogyha a bagoly huhog a, a házuk mellett, az ablakuk mellett, vagy hogyha elrepül mellettük egy, akkor így önkéntelenül is lehúzzák a fejüket, pedig nagyon hasznos és különleges, érdekes, szép állatokról van szó. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az évmadara szavazással a különböző fajok vagy madárcsoportok, valamint azok élőhelyeinek védelmére szeretné felhívni a társadalom figyelmét. 2020-ban a voksolás eredményeképpen az erdei fülesbagolyra helyeződik nagyobb hangsúly. A korábbiában már beszámoltunk önöknek arról, hogy térségünkben a Tolcsván és környékén élők is csatlakoztak ahhoz az országos kezdeményezéshez, amely a nem luxustáska mottó alatt olyan rászoruló nőknek próbál segíteni, immár a sokadik alkalommal, akik hátrányos helyzetükből, vagy csak szűkös anyagi lehetőségeik miatt nem tudják maguknak megvásárolni az alapvető higiéniás termékeket a kezdeményezést azzal segítették önkéntesek, hogy a tolcsvai helyszínen leadhatták adományaikat, így azokat nem kellett a megyeszék helyre vinni. Ennek köszönhetően sokkal többen segítettek, mondták a szervezők. Kombi autó érkezett a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat új helyi épületéhez. Adományokat hoztak azok az önkéntesek, akik az országos kezdeményezést szerették volna ilyen módon segíteni. A nem Luxus Táskamotó jegyében ugyanis nők segíthettek nehéz körülmények között élő társaiknak azzal, hogy alapvető higiéniás termékeket tettek egy már meguntáskába, és ezt adományként ajánlották fel. Tolcsván és a környék településein élők igyekeztek ebben élen járni. Izgultunk egy kicsit, hogy valóban jót teszünk-e azzal, hogy megnyitottunk egy ilyen átvevőpontot, és azt kellett tapasztalnunk, hogy szinte minden nap érkezett egy-két táska. Voltak olyanok is, akik bár nem Tolcsván tartózkodtak a januári időszakban, mégis megkérték a szüleiket, akik Tolcsván laknak, hogy juttassanak el a nevükben egy-egy táskát, illetve a szomszéd településekről is is érkeztek hozzánk ilyen nem luxus táskák. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetben élő hölgyek mellett azoknak is segítsenek az adományozók, akik szűkös anyagi lehetőségeik miatt nem tudnak alapvető termékeket megvásárolni. Annyira jó volt látni, hogy ha megadjuk a lehetőséget arra, hogy tudjanak segíteni érdemben, és ne kelljen neki a saját idejéből túl sokat arra áldozni, hogy még pluszba elvigye, becsomagolja, meg kikeresse, hogy hova kell, akkor, akkor nagyon, nagyon sokan jönnek, és nagyon sokan szeretnének is segíteni. Jó lesik, hogy tudunk adni. Jó lesik, hogy ilyen sokan adtak, és jó lesik elképzelni azt, hogy, hogy 36 nőnek, ez egy óriási segítség. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai juttatták el az adományokat az érintettekhez. Itt helyben kapják meg a helyi adományokat először a rászorulók meg kell mindenkit, hogy jó helyre fognak kerülni a táskák. Mi munkánk során nagyon sok családdal vagyunk kapcsolatban, illetve hajléktalan ellátásról lévő szó, szóval nagyon sok olyan, olyan szegény sorban, vagy ne agyisten, Isten hajléktalan sorban lévő hölgyön családon tudunk segíteni ezekkel. A, a, aki esetleg a hétköznapokban nem annyira feltűnő a hétköznapi ember számára, de mivel mi naponta dolgozunk ezzel a, ezzel a réteggel, mi ezt látjuk, látjuk őket, foglalkozunk velük, és, és neki fogjuk ezeket a táskákat eljutatni. Az országos akció keretében nem csak Tolcsváról érkeztek adományok, hanem például a térségben található oktatási intézmények tanulói is segítették a kezdeményezést. A Star Café az új esztendőben is folytatódik, a népszerű beszélgetős műsor vendége ezúttal Nagy Sándor színész énekes volt. A fiatal sztár tőlünk nem is olyan messziről, fényes litkéről, kisfárdáról indult, ma már a Madács színházban és számos más fővárosi színházban lép fel. Az énekesként indult Nagy Sándor ma már prózai szerepekben is sikeres, sőt rendezőként is kipróbálja magát. A Star Caféban természetesen nem hagyta a közönséget produkció nélkül. A fényes ritkei élete nagyban meghatározta jövőjét Nagy Sándornak, aki szeretettel és jó emlékekkel beszélt a Star café élete meghatározó 18 évéről, amikor szülőfalujában később kis Kisvárdán kezdett énekelni. Nem menő musical stúdióban edzette hangját, hanem a Szabolcsi lakodalmakban, ahol ő szolgáltatta a zenét. Jó iskola volt ez, mesélte az új helyi közönségnek. És fiam, mennyi volt ez a citera? <gül> <gül> és úgy emlékszem, hogy hogy a tizedét mondtuk, mint amennyibe került. És, és már attól majdnem sztrókot kapott, szegény, igen. <laughs> és hát tulajdonképpen ott ilyen autodidakta módon, meg a, meg a apu segítségével elkezdtem. A Marina Marina című szám volt az első a Komár Lászlótól, amit megtanultam életembe egy újjal így pötörészni. <laughs> <laughs> és hát aztán ez úgy szépen lassan úgy nőtt a repertoár. Eleinte még az ő ö, erősítőjük, hangfaluk volt az én bázisom. Aztán úgy ö, az első születésnap, amit így zenéltem, az a szomszéd kislánynak ott a biztró tulajdonos lányának volt, 13 éves voltam akkor, a kezdő lagzi zenészből már a képzett, ismert, nem csak zenei műsorokban fellépő színész lett. Prózai darabokban is szerepel, sőt, rendezőként is kipróbálta már magát. Ahogy mondja, hinnie kellett mindig magában, tehetségében, és ma már megtanulta, hogyan lehet a legjobb. Így tud egyszerre sokat és sokfélét játszani. Nekem nem jó, mert van egy rossz érzésem a dologgal, akkor én nyugodtan mondom azt, hogy én köszönöm szépen, ezt nem szeretném, mert nem keverem magam olyan helyzetbe. rengetegszer csináltam ilyet egyébként, hogy olyan helyzetben, mert konfliktuskerülő is voltam, bólogattam mindenre, aztán meg panaszkodtam, hogy ő miatta van nekem ez a rossz. Csak semmi értelme nincs. Olyan fölösleges köröket fut be az ember vele, és soha nincsen vége. És szerintem tényleg ez a, ez a legfontosabb. Az ember magával is kíméletlenül őszintén azt mondja, hogy figyelj, ez meg ez nem sikerült, vagy nem úgy alakult, na de hát ott a holnap, és akkor toljuk. A Star Café folytatásában a hölgyek következnek. Ungár Anikó februárban, Szulák Andrea pedig márciusban mutatkozik be a sátoralja helyi közönségnek. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Már a hónapban pályázhatóak vidékfejlesztési támogatások a LIDER program keretében. Kiemelkedő látogató számmal büszkelkedik a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. Az évmadara 2020-ban az erdei fülesbagoly. Kedves nézőink, Önök az Emplén Televízió hétfő esti híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este hétkor várjuk majd Önöket, akkor is számítunk a figyelmükre, viszontlátásra!